Ez még csak a próba. A fiatalok a Leveleki Általános Iskola udvarán gyakorolnak, hamarosan azonban a színpadon mérhetik össze tudásukat az idei Krétakör művészeti versenyen. A megmérettetést 16. alkalommal szervezte meg partnerintézményeivel közösen a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola. A résztvevők számos művészeti ágban versenyezhettek, az indulók létszáma pedig meghaladta az 1200-at. Néptánccal is foglalkozunk, ezen kívül modern tánc és társas tánc és egyéb táncos kategóriák is megjelennek. Van zongoratanszakunk, így a zongoristák a művelődési házban mérik össze tudásukat. Megközelítőleg ott is 150 gyermek van, aki most még a pillanatokban is zongorázik, és citerások azok új elemként jelennek meg nálunk, nagyon szeretnénk a népi hangszereket népszerűsíteni, és ezért a citeratanszakot is beindítottuk, és vers és mesemondók is voltak. Ovistól a szépkorúig számos korosztályban indultak a nevezők. Helga az egyik legfiatalabb a résztvevők között. A tehetséges kislány 2 éve kezdett táncolni, 1 éve pedig már versenyekre is jár a Szabolcs Diese színeiben. A tánc az közel áll hozzánk egyébként is, mert édesapa több mint 10 évet táncolta a Szatmár Néptánc együttesbe. Azt hittük, hogy Helga is néptáncos lesz, de a csípője külön életet él, úgyhogy igazából nem való néptáncosnak. Nagyon szeretik ott a tánciskolában, ahova jár. Igazából mindenki szereti egymást, egy nagy kis család az egész támogató közösség. Kárpátaljáról több csapat is érkezett a megmérettetésre. Kárpátaljáról érkeztünk, a Felső Tiszavidéki Visk településről, Szivárvány Táncegyüttes nagy csoportjaként. Jelenleg 18 fővel vagyunk itt, nagyon-nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy itt lehetünk. Ez az első ilyen határon túli megmérettetésünk, mint néptánccsoport. A gyerekek is nagyon izgatottak, jó, magam is nagyon izgatott vagyok. A korai kelés ellenére még mindig rengeteg sok energiával rendelkezünk, és nagyon várjuk már, hogy színpadra kerülhessünk, és megmutassuk egy zsűrinek, hogy mivel is készültünk. Most egy rábaközi produkciót hoztunk ide, verbunkkal, dussal és frissel együtt. A Leveleki Önkormányzat nem először ad otthont a nagyszabású rendezvénynek. Az általános iskola épülete mellett ilyenkor a művelődési ház is zsúfolásig tele, és az étkeztetésben is segítik a szervezőket. Már most 3. éve próbáljuk a legjobban logisztikázni ezt az eseményt, és már egyre több a tapasztalat, ugye itt a parkolás terén, az intézményeink biztosítása az étkezés terén, és hát mondhatom büszkén, hogy egyre gördülékenyebben megy, igyekszünk helytállni, és hát bizony nagy örömmel hallottuk, hogy a versenyre érkezők szeretnek idejönni, és a szervezők is elégedettek, mind az intézményeinkkel, mint pedig a vendéglátással. A Krétakör művészeti verseny az elmúlt 16 év alatt a vármegye egyik legjelentősebb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Az a több mint 1000 résztvevő, és itt gyerekekről, kisgyerekekről, nagyobb gyerekekről, felnőttekről beszélünk, mind-mind nagyon felkészültek, és mind-mind nagyon várják évről évre ezt a versenyt, amely már 16. alkalommal került megszervezésre, köszönet a szervezőknek, és már 3. alkalommal van itt Levelek nagyközségben, amely úgy gondolom egy nagyon méltó környezetet biztosít ennek az összművészeti versenynek, és annak a versengésnek, amelynek a végén úgy gondolom, hogy mindenki majd akár nyer díjat, akár nem nyer díjat, úgy gondolom, hogy úgy megy majd haza, hogy értékekkel gazdagodott, és meg tudta mutatni azt a sok csodát, amelyet az évek alatt magába gyűjtött. A megmérettetés a több mint 1000 fős részvétel miatt idén is reggeltől estig tartott. A művészeti ágakban és korcsoportokban több eredményhirdetést is tartottak, ahol az érmek mellett minősítéseket és külön díjakat is átvehettek a versenyzők.